Amikor én idejöttem Veszprémre, talán most el lehet mondani, mondták, hogy van itt egy nagyon magas, nem túl ügyes, hatalmas román fiú, meg kellene gondolni az ő foglalkoztatását, és ahogy megszerette a város, vagy a klub, vagy a vezetők, vagy jó magunk, mint saját gyerekünként szerettük, hiszen az édesapja rám bízta. Tehát a felelősségérzet, hogy valamit, vagy mindent jól csináltunk, ezért bennünk maradt, hiszen nem tudtuk a gyerekét megfelelő módon megőrizni. Az 1982. szeptember 1-én Bukarestben született Marian Kozmának a Földön 27 évet sem szánt a teremtő. Szülei válogatott kézilabdázók voltak, nem csoda, hogy a lenyűgöző fizikai adottságokkal megáldott Marian Kozma is ezt a sportágat választja. 211 cm-ével és 114 kilójával a beállósok közül is kilép a Dinamo Bukarest Passarilának, azaz Madárkának becézett ifjú klasszisa, akinek útja nyílegyenes a román válogatottig, majd a kontinens egyik élcsapatának számító MKB Veszprémig. 2002-ben 20 évesen mutatkozik be a felnőtt válogatottban. 2006 nyarától 2,5 éven át szolgálja a magyar elitklubot. Mocsai Lajos részben ráépíti a jövő fiatal, Isten áldott a tehetségekből összerakott csapatát. A bajnoki és kupagyőzelmek mellett 2008-ban a kupagyőztesek Európa kupáját is elhódítja az MKB Veszprém, és második lesz a klubcsapatok Európa bajnokságán. Kozma 72 mérkőzésen 228 gólt lő a klubjában, 60 meccsen 115-öt a román válogatottban. Január 18-án mindössze 5,5 perc jut neki Magyarország ellen a világbajnokságon, egy gólra azért így is futja. A horvátországi VB után február 4-én kijelenti, részben személyes okok, részben mellőzése miatt mostantól nem kíván román színekben játszani, a veszprémi klubra akar koncentrálni. 4 nappal később, február 8-át írunk. Kozma nem először néz szembe a halállal. 2005-ben Bukarestben a rivális Rapid szurkolói az utcán kés döfnek a hátába. A bukaresti óriásnak ennél a támadásnál még szerencséje van, sérüléseiből gyorsan felépül. 2009. február 8-án a veszprémi Virág Benedek utca 1-es számú ház pince helyiségében, a Patrióta lokálban a klubtárs Iváncsik Gergő gyermekének születését ünnepli a csapat. Hogy pontosan mi történt, a szemtanúk és a biztonsági kamerák felvételei ellenére sem írható körül teljes bizonyossággal. A barátnőjével együtt szórakozó Kozmával már lent szóváltásba keveredik egy frissen érkező társaság. A beállóst a bár előtt szíven szúrják, segítségére siető társai közül a horvát kapust, Iván Pesicset, a vesélyén megkéselik. A szerb irányítót Zsárkó Sesumot többször fejbe rúgják. Pesics fél vesélyét ki kell venni, teljes további pályafutása veszélybe kerül. Sesumról először elterjed, hogy egyik szemére elveszítette a látását. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy még aznap kiderül, megúszta arccsonttöréssel. Kozma életét nincs mód, így nem is sikerül megmenteni. Az őt érő szúrások a sportoló halálát okozzák. Veszprémet és az országot lesújtja az eset. A város gyászba borul. Magyarok, románok, szerbek és horvátok. Nemzetiségi, politikai és klub hovatartozás nélkül nyilvánítják ki együttérzésüket. Keveseket érint olyan mélyen a tragédia, mint a magyar válogatott székelyudvarhelyi születésű Hiyés Ferencet. A karjai között hal meg a barátja, Marian Kozma, akit hiába próbál meg újraéleszteni. Az első pár hétben
csak az járt az ember agyába, hogy mit tudott volna tenni, hogy segítsen, hogy ne tört. De te megpróbáltad. Igen, de akkor is ott voltál, és nem tudtál segíteni, és ezen gyötörted magad. Ilyen bűntudat? Mondhatom azt is, hogy bűntudat, de a tétlenség, hogy megtörtént, és nem lehet visszacsinálni. És hiába voltál ott, hiába próbáltál bármit is. Nagyon nehéz volt az édesapja szemébe néznem, amikor megérkezett másnap. Ugye hajnalban én beszéltem vele telefonon. Én voltam az egyik, aki közölte vele a tragédia hírét. És első nap nem is tudtam beszélni vele, kellett kettő nap, hogy erőt gyűjtsek, hogy szemébe tudjak nézni. És nagyon nehéz volt, főleg az első hét. Mit mondott az édesapja? Az édesapja fölhívott engem telefonon, mert mindenkivel találkozott első nap, és utána másnap fölhívott telefonon, és mondta, hogy hol vagy, fiam, gyere, öleljelek meg. És akkor aznap este együtt vacsoráztunk a... Nagy ember, nem? Én csodálkozom rajta. A Maria mindig úgy beszélt az apjáról, mint egy istenről. Mindig így beszélt róla, és hogy az apukája az Isten, és én mindig csak hallgattam, elmosolyogtunk rajta, de azt hiszem most tényleg kiderült, hogy ami erőt ő adott nekünk a csapatnak, az azt hiszem, hogy azt nem lehet elmondani, hogy amikor mi kellett volna segítsünk neki, ő adott nekünk erőt. Hihetetlen, hihetetlen, és én azt hiszem, ő azt is megtehette volna, hogy azt mondja, hogy magyarok megölték a fiamat, itt halt meg Magyarországon, de nem. És ő arra buzdít, hogy ne legyen gyűlölet Románia Magyarország között, ne legyen semmilyen gyűlölet. Én aztán nagyon-nagyon sokat tett ezzel, mert itt könnyen kirobbanhatott egy olyan dolog is, hogy a két ország között amúgy se olyan jó a viszony. De én azt hiszem, hogy ez a Marian halála kicsit közelebb hozta az embereket. Sajnos ez kellett hozzá, hogy az emberek kicsit közelebb kerülnek egymáshoz. Ez nagyon rossz így kimondani. És megölelt? Igen, megölelt, beszéltünk, együtt vacsoráztunk. És nem mondom, hogy könnyebb volt utána. Nagyon nehéz volt ez a hét. Viszont azt hiszem, hogy most eljutottunk egy olyan szintre, hogy most már nem azon gondolkodunk, hogy mit tudtunk majd tenni, segíteni, meg nem az a nagyon rossz jut eszünkbe az este, hogy ott voltunk, hanem a csapaton belül is beszélgetünk, akármiről ő jut eszünkbe mindenkinek, és ugye a Marian egy nagy gyerek volt. És mindig mosolygott, mindig pozitív volt, mindig ugrált, mindig ilyen harsány volt, örült mindennek, és akármi történik, akkor eszünkbe jut, hogy ő mit csinálna. És akkor mindenki mosolyog, mindenki nevet, és ennek nagyon tudunk körülni, hogy mennyire úgy érezzük, hogy itt van. Tehát egyszerűen mérkőzésen is nagyon sokszor úgy érezzük, hogy itt van. Most meg ti felnőttetek, nem? Hát én személy szerint azt hiszem, hogy én eddig sem voltam az nagyon pozitív ember. De így rá kell döbbennem, hogy itt körülöttünk az emberek között Magyarországon nincs az a nagy nyugalom, ami lenni kéne, hát, amiben eddig éltünk. Tehát ha ilyen megtörténhet, akkor én nem tudom, mi van itt. Maszunat oprietened... Telefonon hívott egy román barátnőm, és ő mondta el nekem a tragédiát. Először azt mondtam, ez biztosan csak vicc, és nem lehet igaz, nem tudtam elhinni. Bár ezt az egészet később tudtam meg, mert a telefonom le volt halkítva, és emlékszem, közel 20 nem fogadott hívásom volt, persze mind Marian miatt, de nem tudtam elhinni. Ahogy már mondtam, elsőre azt hittem, hogy ez csak egy vicc. Annyira nem hittem el, hogy hívtam Mariant telefonon. A barátaim sem hitték el. Felhívtam Válig Joneát, hogy hallott-e az esetről. Most ők itt voltak Veszprémben, és ő megerősítette a hírt, de még egy hónappal később sem tudtam felfogni. A tragédia óta még mindig vannak pillanatok, amikor megjelenik előttem az arca. Például tegnap előtt is rágondoltam azokra a pillanatokra, amelyeket együtt éltünk át a válogatottban. Ez egy nagy veszteség Romániának és Magyarországnak is, hisz sokat tett a magyarokért. Azon a hétvégén, úgymond a szabad hétvégénk volt, és hazamentem Szerbiába. Én is buliztam az este, ilyenkor nagymamához elvittük gyerekeket, tudtam tovább aludni, felébredtem, és láttam, hogy 20 nem fogadott hívás, meg 20 üzenet, és gondoltam, hogy valami biztos nincs rendben. És különböző oldalakról kérdések is, és jelentések is, hogy mi történt, tudok-e róla valamit. Csak akkor első pillanatban egy millió fajta mese volt meg minden, és próbáltam, akik üzentek, utána kérdezni, hogy lehetséges-e ilyen, vagy mi történt.
Biztos, hogy az első gondolat, hogy valaki szórakozik, de ilyen neten nem szórakozna senki. És sajnos tényleg nem ez volt, hanem a csúnyább oldala. Nagyon nehezen lehet felfogni egy ilyen dolgot, hogy például most készültünk a meccsre, és ott van a pályán, és tudod, hogy biztos nem lesz már soha többé a pályán. Nagyon-nagyon nehéz dolog. A Patrióta lokál üzemeltetői márciusi közleményükben cáfolják, hogy a Kozmáékkal végzetes szóváltásba keveredő társaság már korábban is járt a szórakozó helyen, és azt is, hogy védelmi pénzt kértek volna. A magyar hatóságok a gyilkosság napján azonosítják a feltételezett tetteseket. Ez alapján február 8-án 19 óra 13 perc és 23 óra 52 perc között országos körözést adnak ki három személy ellen. A Veszprémi Városi Ügyészség elkészíti az európai elfogató parancs kiadásához szükséges indítványát. A bíróság haladéktalanul elrendeli a nemzetközi és európai elfogató parancs kiadását is. Aznap éjjel az osztrák rendőrök az A2-es autópályán két körözöttet feltartóztatnak. Négy nappal később, február 12-én feladja magát a harmadik is, ám a gyanúsítottak köre bővül. Újabb négy nap, újabb letartóztatás. 2009. február 16-án Budapesten a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság nyomozói őrizetbe veszik a késelés negyedik gyanúsítottját, két napra rá pedig Zalaegerszegen az ötödiket is. Február 21-én Ausztriából Magyarországra szállítják az ott elfogott két férfit, akik a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság szerint alaposan gyanúsíthatóak a Marian Kozma halálával végződött veszprémi késeléses támadásban való részvétellel. A tragikus halálesetet ugye tudtuk az első percekben, az egyéb sérülésekről, illetve annak fokáról később szereztünk tudomást. Hát természetesen megérintett, hiszen minden ilyen eset megérint, de mivel egy ismert, népszerű emberről, illetve emberekről van szó, akik egyfajta hétköznapi hősei mondjuk az életünknek, hiszen ha nyernek, akkor azért, ha veszítenek, akkor együtt sírunk velük. Nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból még inkább megérinti az átlag állampolgárt is, meg nyilvánvaló a kollégáimat is. Egy ilyen ügy a magyar rendőrség egyébként egy napon belül, sőt, hát tizednyi órán belül elfogta a feltételezett elkövetőket, akik már menekültek az országból, és ezt követően az összes többi olyan elkövetőt, konkrétan 5 személyt tudtunk őrizetbe venni, majd előzetes letartóztatásba helyezni, akik a mai napig is előzetes letartóztatásban vannak, és megalapozottan gyanúsíthatók a bűncselekmény elkövetésével. És hát valószínűleg egyébként bűnsegédi irányban még bővülhet ez a kör, hiszen zajlanak azok a nyomozati cselekmények, ami eddig több mint 240 tanú meghallgatását eredményezte. Ott a különböző ellentmondások feltárása, bizonyítékok számbavétele. Ez egy nagyon sziszifoszi munka, ami még hátra van, de én bízom abban, hogy ez a történet kiegyenesedik. Ez a szórakozóhely Veszprémben az elmúlt évben a legbiztonságosabb szórakozóhely címet nyert el. Az erre illetékes önkormányzati bizottság odaítélte ezt a címet. És ha a közbiztonsági rendészeti szempontból megnézzük, akkor valóban megérdemelt ez a szórakozó hely ezt a címet, hiszen kabátlapás idézőjelben, tehát kabátlapás szintű ügyön kívül alig-alig fordult elő valami, esetenként a szórakozóhely parkolójában történtek kisebb értékű lopások, vagy tényleg a szórakozás minimális. Nem véletlenül kapta meg ezt a címet. Tehát okkal és joggal mehetett oda bárki, hogy ott egy jó estét eltört baráti körben. Ezt nem lehet kiszámítani, hogy aztán az ördög mikor jelenik meg, ráadásul 25 ember képében, akik egy másik szórakozásból érkeztek oda, és hát nyilván a nyomozásnak fontos feladata lesz azt is, hogy az indítékot, a motivumot pontosan tisztázza. Éppen azokban a napokban, talán két vagy három nappal később Szerbiában folytattam egy tárgyalást a szerb kormány megbízottjaival. Látható módon ez az eset az én tárgyaló partneremet is természetesen megérintette, de ugyanakkor közösen tudtunk ebben a témában gondolkodni. Sajnálatomat fejeztem ki a szerb játékos sérülése kapcsán. Nyilván foglalkoztatta ott akkor az a szerb embereket is.
nagyon nehéz volt nézni. Minden sérülés az nehéz, de ez a legnehezebb. Ezen a héten voltam kórházban párszor. Minden rendben van, szemem és csontol, és hétfőn kezdek lassan edzeni. Voltam otthon két hét Szerbiában, családomból és barátokból, barátnővel, és ez a sokat segít most. Koncentrálok csak edzésre és kézilabdára. Nem voltam Romániában temetés, az a kórházban voltam. Otthon csináltam, amit szoktam csinálni, mikor otthon vagyok. Barátokból, családomból, pihentem, csak pihentem. Visszajönnek még a képek, még arról az estéről? Szoktál még rá gondolni? Persze, hogy visszajönnek, de megpróbálom elfelejteni minden. Nem tudok biztos elfelejteni teljesen, de megpróbálok koncentrálni a én munkám a kézilabdán. A szerb játékos édesapjáról elterjedt az a hír, hogy mindenféle szabad csapatokkal érkezik és elégtételt vesz. És nagyon gyorsan cáfolt, azt mondta, hogy nem szó sincs erről. Ő nyilván állampolgárként úgy jön ide, hogy a sérült fiát megfelelőképpen tudja ápolni, és visszautasított ilyen sajtóhíreket és feltételezéseket, amik nagyon fontosak abban a feszült hangulatban, amikor tulajdonképpen egy tömegpszichózis hatás alatt állnak az emberek. Korábban egy emberölés történt egy településen, maximum a hír odáig terjedt, ameddig a harangszó elhallatszott. A harmadik faluban már nem hallották, hogy mi történt. Ma egy percen belül a világ legtávolabbi részéről idehozzák a híreket, és általában többségében sajnos a negatív hírek azok, amik eljutnak az emberekhez. Ettől aztán rosszul is érezhetik magukat nagyon sokan. Én azt hiszem, hogy szebb ez a világ, mint ma bemutatódik adott esetben a sajtó részéről. Amióta Marian meghalt, amióta megkezdett a tragédia, én nem beszéltem senkivel, nem nyilatkoztam senkinek, nem nagyon akartam beszélni róla. Csalódtam nagyot a sajtóba is, hogy csak a szenzációt hajházták utána. És hát mit mondjak, fáradtan, nehezen. Az élet mondják, hogy megy tovább, de már nem ugyanolyan, és nem ugyanolyan könnyű, mint volt. Ha megjelentek, akkor azt mondom, hogy nem tartozom a lelkisek közé, de azt hiszem, hogy tartozom. Tényleg nagyon megviselt ez a dolog. Szerencsém a családom, barátaim mellettem álltak, és ugye a csapat legfőképpen, mert próbáltunk végig együtt lenni, hogy mert együtt könnyebb volt feldolgozni. Azt hiszem, ha együtt kellett volna ezt végigcsinálni, akkor belerokkantunk volna. A sport segít? Mindenféleképpen segít. Én azt hiszem, hogy abba öltük magunkat, a fájdalmunkat, hogy edzettünk. Hogy minden nap itt vagyunk naponta kétszer. Minél többet vagyunk együtt, minél kevesebb vagyunk egyedül, annál könnyebb. Az MKB Veszprém örökre visszavonultatta Marian Kozma 8-as messzámát, ahogyan a Román Szövetség is a válogatottban viselt a születési évére emlékeztető 82-est. Veszprémben közadakozásból szobrot kívánnak állítani neki, ezt Mihály Gábor székelyhídi születési szobrászművész készíti el. A Veszprém aréna délnyugati oldala melletti füves dombon állítják fel. Avatása a tervek szerint a tragédia egyéves évfordulóján 2010. februárjában lesz. A bukaresti Dinamo is mellszobrot állít egykori játékosának. A Magyar és a Román Szövetség, illetve a Veszprémi klub képviselői megegyeztek, hogy minden év februárjának első hetében magyar-román válogatott mérkőzést rendeznek Veszprémben, Marian Kozma emlékére. Segesváron róla nevezték el a Román Olimpiai Tehetséggondozó Kézilabda Központot, ahol az ország minden pontjáról összegyűjtött ifjú reménységek nevelkednek. Veszprém és Bukarest díszpolgárává avatta. A román fővárosban Marian Kozma nevét viseli az utca, ahol korábban élt. Temetését a Duna Televízió február 13-án reggel 9 órától egyenes adásban közvetítette. Marian Kozmát a Dinamo Bukarest sportcsarnokában ravatalozták fel, ide érkezett meg az MKB Veszprém busza is. A gyászszertartásra a bukaresti Doamna Gica ortodox templomban került sor, majd a nyitott koporsót Bukarest utcáin át a Pipera temetőbe kísérték a gyászolók, ahol Marian Kozmát nagyszülei sírja mellé temették.
2009. február 15-én több ezer ember vett részt a tiszteletére rendezett emlékmeneten Veszprémben. Március 8-án a veszprémi Szent Mihály Székesegyházban ökumenikus istentisztelettel emlékeztek Kozmára, amelyen részt vett édesapja és menyasszonya is. A szertartást román ortodox, katolikus, református és evangélikus püspökök közösen celebrálták. Bukarestben Jenese István önkormányzati miniszter a Magyar Sportért emlékérem aranyfokozatát adta át Petre Kozmának, a meggyilkolt sportoló édesapjának. 2009. április 10-én Budapesten magyar és román művészek fellépésével tartottak emlékkoncertet a Dunán, az A38 hajón. Marian Kozmának a Földön 27 évet sem szánt a teremtő. Emléke románok, magyarok, szerbek és horvátok, avagy a Kárpát-medence valamennyi népe között tovább él. A csapat a feladata mellett kötelezte magát, és ez a szörnyű tragédia után megpróbáltunk elsősorban a munka iránt télkötelezettség alázattal dolgozni, hogy leterheljük magunkat, hogy ne minden gondolatunk a gyilkosság kapcsán teljen el. A másik dolog pedig lenni nyilvánvalóan, hogy az első egy hétben különböző módon jelentkezett a kegyelet, az együttérzés, és hát amit az első héten végig csináltunk, gyakorlatilag gondoltunk arra, hogy az első két napban csak a kegyelettel adózunk Marian tiszteletére, aztán jöttek a mérkőzések, elkezdődött a fölkészülés, de egyre többet kellett beszélnünk arról kis csoportban, egész csapat előtt, hogy a játékosok föl tudják valahogy dolgozni. És én azt gondoltam, hogy amikor elmentünk Romániába, Bukarestbe, és az ottani emberek szeretetével eltemettük Mariant egy nagyon nehéz és nagyon megérintő szertartás közepette, akkor úgy éreztük, hogy a Mariannért, a Mariannal együtt tovább tudjuk vinni az ő emlékét, tehát az élet irányába és a küzdelem irányába. Éreztem, hogy a csapat megerősödött. 97-ben temettem el édesapámat, én azóta nem voltam temetésem. Azért mentem el, mert úgy éreztem, hogy tartozok ennyivel a Mariannal és annak a közösségnek, amiben élek, hogy elmenjek, de úgy érzem, hogy nekem ez nagyon nehéz volt, hiszen egy nyitott koporsos temetésre elmenni, egy ortodox temetésre nem kívánom senkinek, főleg olyannak, akihez közel állt. Itt Magyarországon ez nagyon furcsa, nem szokott. Hát az, hogy nyitott a koporsó, és ott látod azt, aki már eltámadott közülünk, nem tudod föltámasztani, nem tudod újraéleszteni, hogy újból közöttünk legyen, hanem látod az embert, és egyszerűen nem tudod elképzelni, hogy mi van. És engem például sokkolt az, ami a szülők, az édesapja és a családja, ami tanúbizonyságot tettek arról, hogy mennyire keményen tudták állni ezt az egészet, hiszen a Dinamóban a volt csapatán, amikor föl volt avatalozva, mentünk befelé a csapattal, és egyszerűen folyamatosan így cseng a fülembe, hogy az édesanyja mondja, hogy Marian, keljél fel, mert így eljött a csapat, érted, menni kell meccsre. Ezt nem lehet feldolgozni, ez nagyon nehéz. Folyamatosan így cseng a fülembe ezek a szavak, ez a mondat. Át, amivel nagyon kevesen tudtak megbírkozni az elmúlt évtizedekben, és valószínűleg a következő ezer évben is Romániával közös határunk lesz, hogy bizony a románok olyan szeretettel fogadták a magyarokat, és hihetetlen nagy tisztelettel és respekttel voltak irántuk, hogy egy román embert ilyen kegyelettel búcsúztattak. Magyarországon is emlékeznek rá, valahogy hogy a mai misén is itt tapasztalhattunk, rendkívül közel kerültünk egymáshoz. És ehhez a közelséghez kellett egy ember. Egy olyan ember, akitől bárki azt is elfogadta volna, ha őrjönk, ha szitkozódik, ha kétségbe esik, ha mindössze egyszerűen Magyarországra a fia holtestéért.
Marian Kozma édesapja azonban talán tudtán kívül, talán tudatosan, de küldetést vállalt. Mentesített egy nagy csapatnyi embert a felelősség alól, és vele húzott egy országot. A fájdalmából erőt kovácsolt, nyilatkozataival meglágyított kemény ellentéteket. Se politika, se hatalom, senki sem csinálta volna jobban. Ő a szeretet hatalmát adta Veszprémnek és vele Magyarországnak. Ez a város a második családját jelentette. A kézilabda pedig a mindene volt. Igen, ahogy mondtam, Veszprém neki a második családja. De el akarom mondani azt is, hogy nekem is az. Két különböző hitről beszélve, nem tudom, hogy az én fiam egyesítette volna a két országot, de mégis egyesítette. Először is meg kell köszönnöm Mariannak, hogy én az apja, azt mondtam, és mondhatom mindig, hogy simogatja a lelkem. Nem tudom, hogy ő segítette abban, hogy ez a két vallás egyesülhetett, de azt tudom, hogy ez valami nagyon jó dolog. Ez mutatja az ő erejét. Ő az én gyermekem, akkor is, ha most ő... Ha most ő ott van. Nagyon fáj a lelkem. Azt nem kívánom senkinek. És azt akarom, hogy is mondjam, még nem mondtam senkinek soha. Ti magyarok, legyetek biztosak abban, hogy akárhányszor csak eléneklik az országotok himnuszát, lesz még egy ember, aki a kezét a szívére teszi. A legkevesebb, hogy a szívére teszi. Fontos, hogy nem keltett hangulatot, hiszen abban a helyzetben bármilyen irányban elmozdulhatnak az indulatok. Fontos volt az édesapa hozzáállása, hogy mindezek ellenére Magyarországon, Veszprémbe szeretne élni. Ez azt gondolom megnyugtatólag hatott, mert ez egyfajta bizalmat is sugárzott, hogy bízik a magyar rendőrségben, a magyar igazságszolgáltatásban, hogy a fia gyilkosait megfogja, és megfelelő ítélet után el fogják ítélni a magyar bíróság, és bízik a magyar emberekbe. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt. Sajnos azt kell mondjam, hogy már egy olyan időszakot élünk, hogy egyrészt kellenek a hősök, és durva lesz, amit mondok, sokszor éppen a tragikus halálesetek, vagy a tragédiák rázák össze az embereket, és készítik elgondolkodásra. Azt hiszem, hogy Marian Kozma itt a halála után is nagyon sok olyan dolgot elért, amit lehet, hogy diplomáciai úton se lehetett volna elérni. Marian Kozma még a halálával is egy jó szolgálati nagykövet volt. Nem tudom, hogy a tragédia előtt volt-e ilyen közeledés a román és a magyar nép között, de azt hiszem nem. Most viszont látszott az összetartás. Bánom, hogy Marian tragédiájának meg kellett történnie ahhoz, hogy mi egyesüljünk, hogy jobban szeressük egymást, hogy pozitív gesztusokat tegyünk, tudom is én, hogy együtt legyünk. Európa legjobb nyolc csapatába való bekerülésünk, azt hiszem, hogy a Marian erejével történt meggyőződésem. És a másik dolog, hogy a tegnapi mérkőzésen mindenki tudta azt, hogy ezt sokáig nem lehet fenntartani. Tehát olyan sok mély érzés és rendkívül tisztességes fiatallal vagyok körülvéve, akik nagyon szerették a sikert, és amikor ez eldőlt, hogy Európa legjobb nyolc csapata közé kerülünk, ezt nagyon nem lehetett tartani, ezt a nagyon magas szintet, amiben a játékosok teljesíteni tudtak. Én azt gondolom, hogy most egy új irány, egy új időszak kezdődik. Ezt a Marian emlékét és a Marian hitét magunkkal víve tovább kell dolgoznunk, de egyre jobban a szakmaiságnak kell, hogy domináljon.
Ugyanúgy szeretiteket is, mind aki otthonta. Și sunt mândru că băiatul meu a făcut parte din echipa asta și sunt mândru de voi ceea ce faceți pentru copilul meu, pentru mine și pentru familia mea. Nagyon büszke vagyok, amit a fiamért tettetek és amit a családomért, és még egyszer hangzik, nagyon büszke vagyok rátok. Mă jur că vă iubesc ca pe el. Esküszöm, ugyanúgy szeretlek, mint őt. Și să nu vă supărați dacă să vă spun mereu așa. És ne sértődjetek meg, hogyha én ezt többször megismétlem. Hány szó szemben a csinál? Ötözzetek föl. Hajrá, Marion! Hajrá, Veszprém! Az öltözőben csapattársa és barátja volt 11-nehány embernek, mindannyiuknak. De amikor sok ezer ember megtölti az arénát, a hiány összeadódik. Szurkolók, akik több ezeren zokogtak érte, és az ellenfelek is a szemükkel keresték, nem találták, de a lelke még a szemben állókat is elérte. Ma ellenfélként is hiányzott Marian Kozma. Bevallom, jól esett látni, hogy itt Veszprémben mennyire őrzik az emlékét. Minden erre utalt attól a pillanattól, hogy beérkeztünk a városba. Hogy is mondjam, már amikor kimentünk a pályára, éreztem, hogy Marian nagyon hiányzik. Mindenhol őt kerestem a teremben, éreztem, hogy szelleme itt van, és úgy láttam, a Veszprém is érte játszott. Én is ott voltam Eszéken, Horvátországban, amikor Románia végre valahára ismét kijutott egy kézilabda világbajnokságra. Egy szurkoló csoporttal voltam, hogy buzdítsam a csapatot, és természetesen fényképezőgépet is vittem, mert hobbim a fotózás. A meccseken, a meccsek előtt, a meccsek közben sokat fotóztam Marian Kozmát. Nem volt rá különösebb okom, azt sem mondhatom, hogy ez valamiféle előérzet volt. Egyszerűen vonzotta az objektívet, talán a magasságával vagy a rá jellemző szelídséggel. Nagyon sok felvételt készítettem róla, sokat közülük betettem a központ fotóalbumába. Otthon is őrzöm a felvételeket a személyes fotóalbumomban. Az a tény, hogy érdeklődött iránta a Barcelona, hogy megkereste őt a Kiel, elismerést jelentett számára. Neki megadatott az esély, ami sajnos a vesztét is jelentette, hogy egy olyan csapathoz került, amely saját gyermekének tekintette. A tragédiáért, ami bekövetkezett, nem lehet okolni sem egyik vagy másik klubot, sem egyik vagy másik népet. Az a lecke, amelyet a kis veszprémi közösség adott nekünk, meg kellene változtassa a mentalitásunkat is azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell egy embert valós értékén megbecsülni. Amikor Marian elment Magyarországra, mindenki támogatta ebben, még a hátrahagyott baráta is. Az a tény, hogy ő elment, nem lepett meg senkit, mert ő eljutott egy olyan szintre, ahol tudott volna még ugyan fejlődni a román bajnokságban is, de nyilván gyümölcsöztetni próbálta azt a lehetőséget, amit kapott. Most kizárólag a sportra utalok, nem kívánok belemenni más aspektusokba. Marian ugyanis fantasztikusan gyorsan fejlődött a Veszprémnél, annak is köszönhetően, hogy ott profikkal találkozott és sokkal gyorsabban tudta kibontakoztatni tehetségét, ahhoz képest legalábbis, hogy mennyi idő alatt sikerült volna neki ugyanez a román bajnokságban. Én egy szerencsétlen véletlennek tartom, ami történt, és nem látom, milyen felelősséggel lehetne a magyaroknak ebben a tragédiában. Én nem hibáztatom a magyar népet, ez bárhol a világon megtörténhetett volna. Megtörténhetett volna Romániában is, vagy bármely más országban. A magyarok semmiképpen sem hibásak ezért. Másfelől, és ezt mondtam másnak is, és továbbra is fenntartom, a magyar nép egy nagyon szép leckét adott nekünk. Megmutatták, hogy mennyire becsülik a sportolókat, mennyire becsülik az értékes embereket, és az a tény, hogy eljöttek a temetésre, hogy támogatták és továbbra is támogatják a családját, egy újabb jó lecke volt számunkra. Meghosszabbították a szerződését a Veszprémmel, mivel ő nagyon sokat fejlődött, és az emberek szerették ott.
Talán az egyedüli játékos volt, akinek megemelték a fizetését, anélkül, hogy ez a kitétel szerepelt volna az előző szerződésében, mert nagyon szimpatizáltak vele, és nagyon elégedettek voltak a teljesítményével, amely meccsről meccsre javult. Hogy milyen tervei voltak? Hát például van még egy barátunk, Kriszti Preda, akivel gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és arra készült, hogy kisegítse, és itt nem kölcsönről beszélek, egy nagyobb összeggel, kb. 30 ezer euróval, hogy vegyen magának egy lakást Bukarestben. Én azt hiszem, ezt nem sokan tennék meg a barátjukért, ebből is látszik, milyen rendkívüli ember volt. Add, Urunk, hogy a mi atyánk megbocsátkérő és megbocsátást hirdető szavait ne csak szájjal, hanem szívvel és méltósággal imádkozzuk. Add, hogy a világ rendjének fejlesztésében készséges munkatársaid legyünk, és így egyházad, békeszozata könnyebben eljusson minden emberhez. Adj örök nyugodalmat Marian Kozmának, a gyógyulás ajándékát Ivan Pesicnek és Zsákos Esomnak. Vannak olyan élethelyzetek, amikor nincs más lehetőségünk, mint az, hogy együttesen az élő Istenhez, a mi Urunkhoz menekülünk. Hálát adunk Marian Kozma testvérünk rövid, de áldott életéért, mindazért a sok jóért, áldásért, amit rajta keresztül az élő Istentől elvehettünk, azért az erőért, sportszerűségért, örömért, győzelemért, amit tőle kaptunk az élő Istentől. Kiskun félegyháza, Veszprém, Tatár-Szentgyörgy, csak a legismertebb tragédiák helyszínei. Az erőszak, az agresszivitás elterjedésének azonban mindannyian tanúi lehetünk. Minden a saját szerettei életéért, önmagáért, környezetéért felelősséget érző embert elgondolkodásra, cselekvésre kell, hogy késztessen. Isten bocsássa meg bűneit és nyugosztalja végében. Viselkedett, mint mindenki más. Bohém lélek volt, szeretett mindig a mának élni, úgyhogy mindent megragadott az adott napba, amit lehetett. Minden egyes jót,
az oszmból megpróbált mindig jól csinálni, és természetesen 100%-osan játszani, hiszen amikor ide került, nem nagyon voltak elégedettek a játékában, rengeteget dolgozott a Lajos rajta, hogy idáig elérjen, ahova elért, és még lehetett volna ebből több is, sokkal több is, hiszen még csak most kezdődött, most kezdtek el jó mérkőzései lenni neki. Ugye egyre több szerepet kapott, és egyre jobban játszott, hiszen ezeket az adottságokat, ezeket nagyon jó ki lehetett. Szerintem igen. Mindenképpen azt lehet elmondani, az a jellemző, hogy későn érő típus. Egyetlen egy mondat van, amit az édesapja mondott. Azért örült, hogy a Marian itt van, és azért szeretett itt lenni, mert itt mindenki szerette. Ez úgy érzem, ez mindent elmond. Hogyha egy szülő ezt mondja, főleg akár egy ilyen tragédia előtt vagy után, ez mindent elmond magának. Igen, ez úgy lehet mondani, hogy egy nagyon pici közösség, aki nagyon sokat ad a csapatnak, és próbáljuk mi ezt, amit kapunk, viszonozni. Én azt mondom, hogy még most is csak az út kezdetén vagyunk. Nagyon nehéz, hiszen a rendőrségi nyomozás még folyik, ezért az emlékeket mindig föltépik, és ez nagyon rossz benne, hiszen a csapat nagyon nagy erőről kell való bizonyságot adnia, hogy ezt el tudja viselni, hogy minden egyes alkalommal újra föltépni egy sebet. Én édesapám halálából tudom, hogy ez egy nem egyszerű dolog, hiszen egy évig én is szinte csak úgymond lógtam a levegőbe, és a kézilabdába öltem bele mindenemet, nagyon nem lehetett megtalálni. Itt voltam fizikálisan, de lelkiekben pedig valahol máshol voltam. Valakinek pszichológus kell, hogy segítsen, hogy el tudja mondani, de ha van az embernek olyan családi háttere és olyan barátai, akkor ezt meg tudja oldani, úgy érzem, saját maga. Akár amikor konyolodok a csarnok előtt, az embernek a szeme állandóan oda kacsint a millió gyertya elé, ami a csarnok előtt van, a Marian képe. Bemész az öltözőbe, folyamatosan bevillan az ő arca azzal a 2 méter feletti magassággal. Bevillan az a kép, amikor örült egy mérkőzés után, és utána bevillan az a kép, amikor az ember elgondolja, hogy leszúrják. Napokig nem tudtam aludni emiatt, én se többek között, és főleg azok, akiket jobban érintett ez az egész, őket még jobban megviselte. Nyáron kint a teraszon, ilyenkor télen, ősszel pedig itt bent folyamatosan itt volt a csapat, ugyanúgy akár, mint a Sesum is, ugyanúgy a Lapcsevicsekkel elkezdve mindenki a csapatból ide járt. Köszönöm, Maria barátnőjét nem is ismerte még a csapat, és akkor mutatta be aznap este. Aznap este találkoztunk vele, így van, bent egy másik kávéban, ahol találkozott a csapat a Gergőnek a tejfakasztó buliján, és akkor mutatta be nekünk először, akkor láttuk, mert ugye mondta, hogy itt a barátnő, és szeretné majd bemutatni nekünk. Innen indult tulajdonképpen minden nap az edzésre. Számít az, hogy valaki kivel, vagy hogy, vagy milyen területen lakik, vagy erről sosem esik szó? Tehát, hogy mennyire lehet otthona valakinek egy ilyen lakás? Folyamatosan a csapatban legalább egy 6 ember itt lakott, úgyhogy lehet azt mondani, hogy egy nagyon jó lakóközösség is kialakult. Mindenki más lépcsőházban, és nagyon sokszor itt a belső udvaron keresztül, az ablakon keresztül beszélgettünk egymással, úgyhogy nagyon jó volt a hangulat itt, ez a Csilla utca, ez mindig egy nyugodt, békés környék volt. Most nem lakik senki a lakásban, mindenki? Most senki nem lakik. Úgy érzem, hogy fel kell dolgozni ahhoz, hogy csapatból valaki beköltözzön. Nincs itt a lakással se a környéke, se semmi baj, hiszen rengeteg gyerek, fiatal van, akik itt laknak. Itt mindig pezseg az élet, de azért ez a tragédia, azért úgy érzem, megfogott mindenkit. Edzője és félig meddig tanítója, mestere, mit üzenne neki, hogyha van ilyen.
lehetőség egyáltalán, és hogyha hallja. Ha ezt hallja, vagy meg tudja érteni, hogy nagyon szeretjük őt a csapatban. Nagyon nagy elszántság van, és hihetetlen hit az iránt, hogy mindannyiunkon egyenként, de az egyesületeten belül is hosszú távon megőrizzük az emlékét. Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen dolog megtörténhetett a mi köreinkben és Magyarországon, de meg fogunk mindent tenni azért, hogy magunkba tovább vigyük, és így azt hiszem, hogy halhatatlanná váljon. Sajnos ilyenkor már üzenhet akárki akármit, és nincs visszaút, de nyugodjon békében, lőjön sok volt fel. Ő nagyon jó ember volt, pozitívan emberes, ezre gondolok róla. Barát? Igazi barát volt. Amit az ember megél és megtehet, az az ő emléke marad, és az megmarad neki belül. Ez nem egy megvett ékszer, egy autó, egy ingatlan, hisz ezek mind mulandók, mind elveszik az embertől, de amit megélhet, azt nem tudják elvenni, ami belül van. És úgy érzem, hogy ez volt az ő mottója is, hogy élj a mának, mert nem tudod, hogy mit hoz a holnap. Mariannak, én minden nap üzenek, elég fején tudom azt. Hol a págott égi ének, ott megérint a fény. Azt hiszem, nagyon szerették őt. Ha ezt egy percig is bizonytalan lett volna, akkor itt halála után ez kiderült, hogy nagyon szerették itt Magyarországon és Romániában is. Közelebb hozta az embereket, magyarokat magyarokkal, magyarokat románokkal, és mindenre való tekintet nélkül az ő halála. Halála elérte azt, hogy bizonyos kérdésekben elkezdtünk közösen gondolkodni. Hisz abban, hogy hallja? Hiszek. Hogyha a Jóisten irgalmas volt hozzá, és biztosak vagyunk abban, hogy irgalmas volt, hogy akkor jól a föntről imádkozik a csapatáért, a barátáért, hozzátartozóért, elsősorban, de miértünk is, akik szintén gyászoljuk őt. Marian halála után egy hónappal megszületett a kisfiam, akit róla neveztem el, Mariannak, az ő emlékére. Én hívő ortodox vagyok, és általában, amikor a templomban gyertyát gyújtok anyám és apám emlékére, mindazokére, akiket elveszítettem, Marinért is meggyújtok egy gyertyát. Azt hiszem, azt mondanám neki, mindig velünk vagy. Ő tudja, hisz lát engem, tudja, hogy szeretem, és továbbra is szeretni fogom. És azt is, hogy itt a Földön megteszem minden kívánságát, és meg fogom kérni a gyermekemet, hogy mondja meg a Jóistennek, hogy nekem, Petre Kozmának ne legyen nehézségem, adjon szerencsét. És a gyermekem meg fogja tenni, mert mi barátok vagyunk, nem is egy család. Az én fiam nem a gyermekem volt, hanem a barátom. Barátom, most is az a barátom.